érkeznek svájci földművesek, akik leginkább a református vallást követik, de olyan, ha mondjuk egy evangélikus faluba vagy valaha evangélikus faluba érkeznek, akkor általában előbb vagy utóbb átveszik annak a falunak a vallását, tehát az első generációknál még olvashatjuk az anyakönyvekben, hogy reformátusok voltak, de a második, harmadik generációnál ennek már nyoma sincsen. A meghívott előadó Müller György építőmérnök, izményi származású, hobbi kutató, akinek már csak nem 16 éves kora óta szenvedélye a családfa kutatás. Először saját felmenőit kutatta, majd így jutott el a német betelepülők családfáihoz. A bonyhádi német önkormányzat egy másfél-két évvel ezelőtt indított egy olyan sorozatot, hogy beszélgetések a magyarországi németek, illetve a németségnek a múltjáról és jelenéről. És ezen belül történelmi beszélgetések, történelmi témák, és a mai este a protestáns német betelepülőknek a története. Honnan jöttek, merre jöttek? Tudvalevő, hogy Tolna, Baranya és Somogyban nagyon sok evangélikus és református német élt, ami az ország többi részén nem jellemző. Müller György az előadónk, aki, ha jól tudom, 10 éves kora óta foglalkozik ezzel a témával, a saját családját kutatta, és aztán kiterjedt ez az érdeklődése, és az egész dél-magyarországi protestáns németségnek a eredetével foglalkozik, honnan jöttek, kik voltak az ősök. Müller György kiderítette Németország mely részeiről, mikor és miért érkeztek a német családok, és Magyarország mely területeire telepedtek le, majd mindezek után a településeken milyen módon alakult a vallási megosztás. Az 1719-től induló német protestáns betelepülés ide Tolna, Baranya-Somogy megyébe igen nagy jelentőséggel bírt, hiszen olyan területekre érkeztek telepesek, amik a török háborúk után teljesen elnéptelenedtek. Így lehetőség nyílt a földeknek az újbóli megmunkálására és a korábban itt meglévő kultúrának az újbóli elindítására. Ez a telepítés 1720-tól nagyjából az 1780-as évekig tartott. Ennek kapcsán mintegy 10-15 ezer ember érkezett Németország különböző területeiről, Hessenből, Badenből, Württembergből, illetve a pfalci részekről, ezekre a vidékekre. A vallási megosztás az tulajdonképpen úgy nézett ki, így speciál Tolna megyében, hogy legalábbis a németségnek nagyjából a fele evangélikus volt, a másik fele katolikus, és egy viszonylag kisebb létszámban voltak a reformátusok képviseltetve. A magyar lakosságnál is voltak protestánsok korábban is itt ezen a vidéken, vagy akik hát már a 18. század elején kerültek ide, és ezek viszont kisebbséget képviseltek, a javarész a nem német lakosságnak az katolikus volt, illetve református. Hát ugye 1526 és 1686 között az a vidék, amiről most beszélünk, tehát a Dél-Dunántúl török hódoltsági terület volt, 160 esztendőn keresztül gyakorlatilag, és az a magyar népesség, leginkább magyar népesség, amelyik itt a törökök beérkezése után jelen van, vagy beérkezésekor jelen van, az is próbál ugye menekülni, mert nem nagyon szeretne többfelé adót fizetni. Ugye az itteni embereknek nyúzta a bőrét a török szultán, a török földesúr, a magyar, ha még itt volt, vagy lehetősége volt a magyar földesúr. Hát ugye a betelepítés az általában falvakba történt, tehát vannak olyan falvak, vagy voltak legalábbis az 1945-es kitelepítésig. Ez ugye döntően megváltoztatta az etnikai összetételt a Tolna-megyei falvakban. Nagyon sok olyan Tolna-megyei falu volt, amely tisztán német, és mondjuk tisztán evangélikus, vagy tisztán református település volt.
az a legnagyobb földes ura, aki itt a betelepülések idején, hát Tolna megye legnagyobb földes ura volt, és tiszteletbeli ispánja is, ugye a Merszi gróf, ő azt részesítette előnyben, hogyha egy-egy településen nem kevert a népesség, és nem kevert a vallás felekezet sem. Ezért próbált egységesen azonos felekezetű és azonos nemzetiségű falvakat létrehozni a saját területén. Más földes urak nem voltak ennyire konzekvensek ezen a téren, ott több felé találkozunk vegyes lakosságú és vegyes etnikumú falvakkal is. A kutató azt mondja, gyakorlatilag a mai napig élnek közöttünk a betelepülők leszármazottai, akik a kultúrájukat igyekeznek ápolni és továbbadni a gyermekeiknek.